Hosszú idő után az idei az egyik legnehezebb év a mezőgazdaságban, ezért is fontos, hogy a lehető legtöbb segítséget megkapják az ágazatban dolgozók. A most véget ért pályázati ciklus sikerrel zárult. A részletekről a mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkár számolt be. Feldman Zsolt elmondta, hogy azok a gazdálkodók, akik pályáztak, ma már a támogató okirattal a kezükben tervezhetik a jövőt. A precíziós átállás segítő támogatásunknál lényegében már a döntések 95%-át meghoztuk, 2750 nyertesünk van. A kertészeti ágazathoz kapcsolódó géptámogatás esetében 2500 gazdálkodó kaphatta készhez eddig a támogató okiratát, ami szintén lényegében 95%-os döntési arányt jelent. Az orosz-ukrán háború az agráriumban is érezteti hatását. Az üzemanyag és a műtrágya árak, vagy éppen a gépek beszerzése mind megnehezíti a hazai gazdák életét. Ezért is fontos szempont, hogy ezeket a projekteket meg tudják valósítani, hiszen a termelési feltételek alapját jelenti mindaz, ami az uniós agrárszabályozást érinti. Már idén ősztől új szabályok mentén kell dolgozniuk a mezőgazdászoknak. Megváltoznak a vetésváltásra vonatkozó szabályok. Megváltoznak a területpihentetésre vonatkozó szabályok. És mindezek alapvetően olyan új feltételeket jelentenek, amelyeket még ha az ukrán háború okán a világban tapasztalt élelmiszerválság miatt átmenetileg is most enged az Európai Unió feloldani, hiszen több tekintetben erre most lehetőségünk lesz, mégiscsak egy nagyon erős irány, amelyhez nekünk ezzel a területen is alkalmazkodni kell. Kulcsfontosságú tehát, hogy az új uniós rendszert minél jobban megismerik az agrárszektorban dolgozók. Az államtitkár kiemelte, hogy a hazai támogatások is rendelkezésre állnak, ilyen például az agrárökológiai és vidékfejlesztési program, melyek hasznot, védelmet és segítséget jelentenek a gazdáknak.